A nyájimmunitás kapcsán azt mondják, hogy a 80% jelent biztonságot. Én azt gondolom, hogy mindent elkövettünk annak érdekében, hogy eljussunk a szülőkhöz, hogy felhívjuk erre a figyelmet. Reméljük, hogy azért ennek a közelébe fogunk kerülni majd iskolai szinten is. Idén rendhagyó módon oltási akcióval kezdődik a tanév a 12 év feletti diákoknak. Szerdáig kell visszajelezniük a szülőknek, hogy kérik-e vagy sem az oltást gyermeküknek. A nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnáziumban a tervek szerint már kedden összesítik az igénylők számát. Az osztályfőnökök interneten vagy telefonon keresték fel a szülőket. Arról, hogy hányan vették fel májustól az oltást, eddig nem kérhettek információt. Most erről is képet kaphatnak az iskolák. Az igénylőlapon pontosan ez van, hogy kér, oltva van, és egyáltalán nem kér. Mi nem vagyunk hatóság, tehát természetesen egyetlen szülőt sem tudunk kényszeríteni arra, hogy ezt akár így, akár úgy kitöltse. A mi feladatunk, én azt gondolom, az, hogy megértessük a szülőkkel, hogy nem szeretnénk még egy évet az otthoni nappaliból tanítani, és a jelenléti oktatásnak alapvető feltétele az, hogy védettek legyenek minél többen. És ebben én úgy érzem, hogy partnerek a szülők. Az intézményben egy belépő és egy végzős osztály igénylését összehasonlítva az derül ki, hogy a felsőbb évfolyamokban magasabb átoltottságra lehet számítani. 32 főből mindössze 5-en nem kértek vakcinát. A 14 éves korosztálynál nagyobb a különbség. 37 fős osztálynál 15-en nem veszik majd fel az oltást. Az Rényiben 18 osztályt indítanak szeptemberben összesen 644 diákkal. Köztük sokan határon túlról érkeznek, emellett kollégium is működik az intézményben. Az oltási akcióhoz szükséges feltételek itt már adottak. Az orvosi szoba külön udvari bejárattal rendelkezik, hűtőt is biztosít az intézmény, a szükséges informatikai rendszer telepítése pedig folyamatban van. Valójában az iskolaorvos fogja eldönteni az oltási napokat, én úgy tudom, hiszen ő neki van alapmunkahelye, tehát valahol ő rendel, folyamatos jelenlétet kell biztosítania a körzetében. Mi, ahogy doktornővel tegnap tárgyaltunk, a másodikát és a harmadikát azért tartanánk célszerűbbnek, mert az Rényiben nagyon nagy a vidéki tanulók aránya, és nem lenne célszerű, hogy most 30-án bejönnének, hazautaznak, egy nap múlva beköltözés van a kollégiumban, tehát talán sokkal könnyebben megoldható az operatív feladatrendszer, hogyha már akkor oltjuk a gyerekeket, amikor eleve van tanítás. Az intézményvezető azt is elmondta, ahogy tavasszal, úgy most is igazolt hiányzásnak számít majd, ha az oltástól esetleg belázasodik a gyermek. Fontos, hogy a 18 év alatti diákok a kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozattal menjenek az iskolai oltópontra, a 18 évet betöltött diák pedig a jelentkezési lapot vigye magával. Ezeket a szülők e-mailben megkapják. A második vakcinát az első oltást követő 3 hét múlva adják be az iskolában, ahol az első oltás is történt.